6. Mikor a hivatalban a kabátját felakasztotta, hirtelen eszébe jutott. A zsebébe nyúlt, és kivette a levelet. Biz egy kicsit gyűrött volt, pedig ő úgy emlékezett, hogy az irattárcájában helyezte volt el. József! szólott nagyon magasra felvont szemöldökkel a szolgának. Vigye csak fiam a postára, s adja fel, de rögtön, mert még egyszer eltaláljuk felejteni. József elvette a levelet, s ő így morfondált magában. De nagy szamár is vagyok, hogy régen fel nem adtam, legalább egy hete meg van írva. No, az már igaz, hogy megírni csak megírja valahogy az ember a levelet, de feladni nem adja fel. Ja, persze vénülünk. Ez sem így ment az előtt. Egész délelőtt kutyafárat volt, nem ért a munkája egy fabatkát. Minden rést megragadott, hogy kaszinózhasson. Sorra járt az asztaloknál, s a nyíri farsangról beszélt, hogy otthon volt a pátriában két napig, s két mese éjszakát mulatott át. Hát persze azon is megérzik azért már, hogy nem úgy áll a bál, mint hajdanán, fiatalkorunkban. Az urak nevettek is, irigyelték is. Vannak-e még lányok a nyírségen? kérdezte valaki. Samu elhúzta a száját, s felráncolt a homlokát. Tudja a szösz. Vissza kell gondolni, hogy vannak-e hát vagy se. Azelőtt ez plán egészen más volt. Még a nyáron is. Még aratási vakáción minden lány lány volt neki. Most azért azt mondta, hogy vannak. Szépek? Samu gondolkozott. Hát tudod, kérlek, mondta idősebb, kopaszabb, de nőtlens, ilyen formán lány kívánok kollégájának. Tudod, kérlek, nekem erről megvan a magam véleménye. Az ember a szülőföldjéről házasodik. Egy lányt elhoz, a többit hagyja. Én részemről sose tudtam volna másféle lányt elvenni, csak otthonról valót. Az aztán körülbelül mindegy, hogy a pátriából melyiket hozza el az ember, a fő, hogy meglegyen a nyugodt, meleg, hűséges otthon. Ahogy megszoktuk gyerekkorunkba. Ez éppen úgy kell az embernek, mint a levegő. Azért is házasodtam meg ilyen hirtelen, fiatalon, hogy biztosítsa magamnak ezt a régi megszokott kedves kis otthont. Mert aztán, ha az embernek a fülébe akaszkodik valami külföldi, városi némber, könnyen meghiúsíthatja a szépen elgondolt jövőt nagyon egészséges elv, mondta egy kövér kolléga nevetve, tehát a feleségedre úgy akarsz nézni, mint az anyádra. Igenis, tüzeskedett Samu, aki nem értette a tréfát, s nem tűrte, hogy őt kinevessék. Az én családi életem olyan legyen, amilyen a szüleimnél volt. Tiszta legyen és levendula illatú. Megbízható. Az asszony pontos legyen, dolgos legyen, tiszta és takarékos. Az én dolgom, hogy megkeressem a pénzt, az övé, hogy jól beossza. Úgy üljön az én jövedelmemen, mint egy sárkány, s még tőlem magamtól is megvédelmezze. Ez, barátom, unalmas házasság az ilyen. De biztos és egészséges. Biztosnak biztos. A tömlőc is elég biztos. Az urak nevettek. Samu paprika vörös volt, s kikérte magának, hogy az ő családi életén nevessenek. Hát, Samukám, mondta a kövér úr később, s megfogta a Samu vállát. Te sose játszottad ki a mamádat? Én igen, mondta Samu keményen. Én becsaptam a szegény, gyakran, de ő engem soha. Erre új fent kacagtak. Ja, ja, értem, mondta a kövér. Samu felpattant. Sőt, egyáltalán nem érted. Dehogy nem, a feleségedet is így akarod kezelni. Samu konok lett. A fő az, mondta, s ököllel gesztikulált, hogy az ember ne csak szeresse, hanem tisztelje is a feleségét, és tartson is tőle. No, Istenem, uram, az csak kell, hogy az ember itt-ott kanászkodjék. Nevettek. Mi az, Samu, kanászkodni? No, legyintett Samu. Tessék a szót föltagolni, és meg fogjátok érteni. Másképp nagyon megposhadna az emberben a vér az állandó és egyforma boldogságban. Folytatta gondolatmenetét. Olyan nőcskékkel is kell találkozni néha-néha, akiket se nem szeret, se nem tisztel az ember. Sőt, többet mondok. Meggyőződésem szerint erre nem is a férnek van szüksége, hanem a feleségnek. Mert honnan tudja a férj, hogy milyen nagyszerű asszony az ő icipici kis párja, ha nincsen alkalma összehasonlítani más kis nőkkel? S még egyet. Meg vagyok győződve felőle, hogy a férj, ha egyetlen bókot mond egy idegen nőnek, mindjárt megmozdul a lelki ismerete, s nem hagyja békén, míg nem revanzsálja a saját feleségénél. Isten bizony! Az urak igen vidáman fogadták a Samu elveit, s mindannyian helyeselték is. A csökönyös házas embereknek azzal a titkos szabadkőmíves összetartásával, ahogy válvetve ragadják meg a férjek a legkisebb alkalmat az aranyármon való könnyítésre. Egész délelőtt ennek a filozófiának kiépítésével, valamint gyakorlati alkalmazásával foglalkoztak beszéd közben. Samu azonban délben hazafelé menet ugyancsak törte a fejét, Mit fog mondani, ha Aranka még egyszer szóba hozza a szerelmes levél ügyét? De Aranka nagyon tapintatos volt, egész ebéd alatt nem tett célzást, sőt megnyugtatóan derült volt, s édes a hangulat, csak roppant fáradt volt, alig várta, hogy leheveredhessék a díványra. Alig tette le a fejét, már aludt is, de erőt vett a fáradtságán, s illikből hozzá fogott könyörögni feleségecskéjének, hogy üljön oda mellé, hogy ölébe hajthassa a fejét. Annyira erőltette a dolgot, hogy már majd meghalt a fáradtságtól és a türelmetlenségtől, hogy Aranka nem engedelmeskedett azonnal. Látta, hogy férfiúi tekintéje forog kockán, ha most abba hagyja a kunyerbálást, az azt jelenti majd a felesége szemében, hogy nem elég szerelmes. Emiatt a szarvasoskodás miatt aztán feltápászkodott, s letapadó szempillákkal addig járt az asszonyka után, míg az abba nem hagyta az ebéd utáni takarítást, s le ült neki a dívány sarkába. Samu olyan gyorsan leheveredett, mint egy kutya, elnyújtózott, s a fejét, amint letette, megfordult vele a világ, s hajóhintában érezte magát, csak úgy szédült és repült, fel kellett nyitni a szemét, hogy el ne repüljön vele a szoba. Aranka puha ujjaival a hajában turkált, s messze nézett ki az ablakon. Samu egy fél pillanatig kíváncsian nézte az arcát, amelyen valami titokzatosság volt, de aztán kizárta magából a kíváncsiságot is, hogy mielőbb alhasson. – No, hát elküldte? – kérdezte csendesen Aranka. Samu rémülten ébredt fel újra, s rámerett az asszonykája arcára. Aranka mosolygott. Igen kicsit, s igen finoman a szája sarkában lappangott a kis mosoly. Nem tudom, mit beszél, motyogta Samu. Az asszonyka elhallgatott. A szája széle fájdalmasra, gúnyosra torzult. El bizony, mondta hangosan, s fájdalmasan simogatta a gonosz ember haját. Persze, hogy elküldte. Az volt az első dolga, hogy postára adja. Samu felpattant, felült. Már megint a zsebembe kotorászott? Dühösen felállott, a tükör elé ment, rettenetes álmos volt, de most már nem lehetett aludni. Ezt egyszer s mindenkorra elengedem, báránykám, kiáltotta idegesen. Aranka ott maradt a díványon, s gúnyosan mondta. El, nagyon kedves magától. Ő elengedi, nem is rossz. Samu szikrázó szemmel nézte a felesége puha hamvas piros arcát. Persze egész délelőtt itthon aludni, míg a férje rabigát vonja a hivatalban. Maga nagyon ravasz, kiáltotta Aranka, s felállott. De most az egyszer valaki túljárt az eszén, barátocskám. A maga levele itt van, tudja, s amellét veregette, ahol el volt rejtve, mint a legbiztosabb Wertheim szekrényben mert ezek után azt nem merhette Samu, hogy hozzányúljon, hogy csak meg is érintse. Az, amit maga a borítékban elküldött, az az én levelem volt, kedvesem. Tudja? Nem a magáé, az enyém. Azt én írtam. Én tettem valamit a borítékba, a maga levele helyett. Csipisz. Samu szédelegve hallgatta a felesége beszédét, annyira kábult volt a fáradtságtól és álmosságtól, azt hitte, talán valami lázálom lepte meg. Na, hadd lássuk, hogy őrizte meg a régi kedélyességét a sors durva csapásainak dacára. Milliárdos úr, egyellel írni megtanulhatott volna a sok szerelmes levél mellett. Legalább ne kompromittálná magát azzal, hogy az egyet két gével írja. Na, mit állít, mint egy félhalott? Ha csak tűz kell, maga nagyon tüzes, tessék tüzelni, én megengedí csekelem. Csókjasa, csókjasa, no, pá, pá, pá! Egészen olyan volt, mint egy kis kakadú, amely értelmetlen szókat vartyog, s Samu úgy nézte, ő még sose látta ezt az asszonyt. Ez egy új asszony. Ő most egy új feleséget hozott magával a régi bundában? Míg át nem gondolja a dolgot, nem ismert érdemleges vitába bocsátkozni sietve felült a magas lóra, s így ereszkedett le a kis fúriához. Maga egy féltékeny csacsi, egy nagy csacsi, és én magát meg fogom büntetni a féltékenységért. Mert ezt nem tűröm, tudja, ezt nem. És egészen úgy csinálta, mint egy komoly és jellemes férfiú, aki tanári magasságból nézi az életet. Ezt nem tűröm, ismételte Stentori hangon hogy a házamból pokol legyen. Kikérem magamnak az ilyesmiket, s megkövetelem, hogy engem itthon bizalom és szerelem és gyöngétség, s mindenek fölött feltétlen bizalom vegyen körül. Tudja? Nem? Hát vegye tudomásul. Ezzel fogta a kabátját, fejébe nyomta a kalapját, s mint komoly és jellemes férfiak szoktak Szókratész óta, ha az asszony pattog, ment a kávéházba.